újévi ajándék a nagykátai kistérségben élő mintegy 70 ezer ember számára. Budapest és Pest megye történetének legnagyobb egészségügyi programja keretében megújul és korszerűsítésre kerül a nagykátai szakorvosi rendelőintézet, amely a Jászberényi Szent Erzsébet kórház fenntartása alatt működik. Dr. Sinkó Káli Róbert megbízott főigazgató a sajtótájékoztatón elmondta. A felújítás nagy öröm, hiszen a lakóknak egy biztonságot fog jelenteni, az állampolgároknak, hiszen egy sokkal gyorsabb diagnosztika és terápiás lehetőségeket fog biztosítani. Az intézmény vezetése számára pedig nyilvánvalóan egy gazdaságosabb működtetés, egy cost-benefit szempontból előnyösebb, hiszen új technológia jelenik majd meg. Mindenképpen én szeretném megköszönni az egészségügyi szerveknek, illetőleg külön államtitkár úrnak, hogy ez a projekt létrejöhetett, és az, hogy a Magyarország gazdasági ereje lehetővé tette, hogy egy korábbi térség, amelyek uniós pályázatokban nem vehetett részt, 21. századi körülményeket tudjon kialakítani az állampolgárai számára. A közel 1,4 milliárd forintos fejlesztés keretében megvalósul egy új rendelőépületi szárny építése, a meglévő épületi gépészeti korszerűsítése és akadálymentesítése, az elavult orvostechnológiai és informatikai eszközpark cseréje és a képalkotó diagnosztika modernizálása. Az épület infrastruktúra fejlesztést a Pest megyei területfejlesztési program 973 millió forinttal támogatja, míg a beruházás további forrásigényét az egészséges Budapest program biztosítja 400 millió forint értékben. Dr. Ladányi Márta egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkár az egészséges Budapest programról beszélt. Három centrumkórház fog létrejönni, az ezen kívül 25 kórház fejlesztése valósul meg, és számos szakorvosi rendelő újulhat meg ezen egészséges Budapest program keretében. Mit is jelent ez? Egyrészt orvostechnológiai fejlesztések történnek meg 21,7 milliárd forint összegben, építészeti fejlesztések, beruházások valósulnak meg 18,3 milliárd forint értékben, és ezt egészíti ki egy környezeti és egészséghatékonysági program keretében történő 11 milliárdos fejlesztés. 16 szakorvosi rendelő intézet fejlesztéséről döntött a kormány, és ez összességében 42,5 milliárd forintos fejlesztést jelent, azaz 42,5 milliárd forint fejlesztési forrásból tudnak megújulni Pest megyében lévő, illetve fővárosban lévő szakorvosi rendelő intézetek. Szerván György államtitkár kiemelte, a fejlesztés teljes egészében magyar költségvetési támogatásból valósul meg, azaz a magyar emberek a hazai adófizetők munkájának eredményeként, a növekvő magyar gazdaság teljesítményének köszönhetően. Tehát az új épület a mostani főépülethez elalakban fog majd csatlakozni, új nyeregtető fedni fagerendás szerkezettel és cserépfedéssel az épületet. Az új épületszárny földszintjén kapna megfelelő helyet az új digitális technikával működő röntgenosztály és a tüdőgondozó. Az új szárny emeleti részére kerülne a bőr és nemi beteg gondozó, a reumatológia, fizikoterápia, gyógytorna rendelés, és nagyon régi óhaj és indokolt óhaj teljesülne azzal, hogy egy fekvőkocsit is befogadó lift fog épülni majd a képét épület, a jelenleg, illetve az új épület, tehát összekötő lépcsőházban. A pszichiátriai gondozó és addiktológia a főépületbe kerül beköltöztetésre, a bérgyógyászat jelenlegi helyére, mivel itt külön bejáratot kell biztosítani, természetesen épül kiszolgáló út mentők számára, térburkolat felújítása, és még nagyon-nagyon sok minden. Ez a mai esemény, ez a bejelentés úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára, akik itt a térségben élünk, örömteli bejelentés, ennél már csak az lesz örömtelibb, amikor majd valamikor tavasszal le fogjuk tenni az alapkövet, és elkezdődik a tényleges beruházás, megkezdődik az első kapavágás, de leginkább majd akkor fogunk örülni igazából, amikor valószínűleg egy tágasabb helyen a szalag átvágásra sor fog kerülni, reményeink szerint valamikor 2019 végén.